Kalcsa település részén Becskeden, zömében roma lakosság él. A falu ezen részén már a boltot is bezárták, iskolába, orvoshoz, közösségi programokra a faluba járnak be az itt élők. A bodrogközi többcélú kistérségi társulás itt is megnyitotta közösségi szolgáltatóházát. A cél, hogy az itt élők minden problémájukra választ és segítséget kapjanak. Általában gyalog szoktunk járni, vagy nyáron esetleg biciklivel, de van olyan esetben, hogy jön értünk a busz, akkor bevisznek minket, de az kocsink az nincs. Úgyhogy gyalog szoktunk járni, vagy biciklivel. Igen. A társulás több bodrogközi településen indította el a gyermekszegénység elleni programját. A házak sok funkcióval bírnak majd, és mindenkihez szólnak. Egyszerre segítik benne a gyerekek tanulását és felzárkóztatását, de szabadidős programokat és nyári táborokat is terveznek ide. A leghatékonyabb segítség az, ami a közelben van, ezt emelte ki a térség országgyűlési képviselője a ház megnyitóján. Itt ez nem csak ennek a résztelepülésnek, hanem az egész községnek is segítséget ad, hogy egy olyan szolgáltatást nyújtson, akár a gyermekeknek, akár a hátrányos helyzetű felnőtteknek is, hogy érezhessék, és remélem, hogy meg is fogják érezni, hogy rájuk is szükségre van a társadalomnak, és a kormánynak kifejezett szándéka az, hogy az ilyen szegénységben lévő polgárokon segítsen, nem papírral, nem egyszeri alkalommal, egy ajándékcsomaggal, hanem hosszabb távra is. Az ingatlan tulajdonosa Kalcsa község. Az önkormányzat néhány százezer forintért vásárolt meg egy régi parasztházat a település részen. A felújítást és a program működtetését a kistérség pályázati támogatásból finanszírozza. Így ebben a házban gazdát találhatnak azok, akik olyan szegénységbe élnek, hogy a napi minden megélhetési gonddal együtt a lakhatás is problémás, hisz ezen a részen ezek az emberek gáz nem is volt soha a lakásukban, az ingatlanukon. Most egyre több helyen a vizet is kikapcsolták, meg van, hogy áram sincsen, van olyan ház. A házban szociális munkások, pedagógusok részvételével tanulássegítő programokat terveznek a gyerekeknek, de nyitott a ház a felnőttek és a családok előtt is. Képzések, szabadidős programok, orvosi és hivatali szolgáltatásoknak is helyt adnak majd. Még mosási és tisztálkodási lehetőséget is biztosítanak benne az itt élőknek. Helybe hozta az önkormányzat a szolgáltatásokat. Hetente helyet biztosítunk családgondozónak itt ügyfélfogadásra, és internet hozzáférést is biztosítunk annak, akinek erre szüksége van, tehát az információkat is tulajdonképpen így első kézből kaphatják. A gyermekszegénység elleni programban 5 a Tűzvirág Szolgáltatóházhoz hasonló közösségi intézmény nyitottak meg a bodrog közben.